utálom ezt a ruhát! Mi a fasznak kéne felvennem? Ez egy fontos esemény, Viki. Ha nem leszünk elég puccosak, akkor nem engednek be. Puccos. Faszom! Van ott még egy gyűrődés. Senki nem veszi észre. De igen. Passza meg! Na jó lesz? Tökéletes. Na, hogy nézek ki? Brutálisan. Nos, van még 15 percünk. Addig átöltözöm. Remélem valami nevetséges lesz, mint az enyém. Igen. Már alig várom, hogy lássam. Glenn, már eltett 20 perc, hol a faszba vagy? Lesz itt feszültség a kocsiban. Ó, bassza meg. Hallod? Olyan nevetséges ruhát választottál ki, baszki. Férfi méretben nem volt, he? És ne feledje, finoman fékezzen, a feleségem nem szereti, ha hirtelen fékeznek. Victoria, ő itt a nővérem, Lydia. Meséltem neked róla. Lydia, ő itt a feleségem, Victoria. Feltűnt. Irány az autó, a sofőr vár. Nem igazán szerettek hátsó ülésen utazni. Nem ülhetek inkább előre? Nem. Miért is ne? Vannak sofőrök vagy testőrök, akik az első ülésen utaznak. Véleményem szerint lehetne. Nem kérdezett senki. Kár. Pedig sokakat érdekel. Az örökség 99%-át megkapom. Glenn, kapunk mi egyáltalán valamit? Nem hinném. Akkor miért megyünk el egyáltalán oda? Ez csak formalitás. A család minden tagjának meg kell jelennie. Családtag. Végrendelet az idei év január 30-ára igazolva, olvasva szóról szóra. Én, Gustav Schwagenwagen. Elnézést, folytassa csak. A következő tulajdonaimat az én szigorú és céltudatos lányomra, Lydiára hagyom. Tehát a lista. Egy 32 hektáros birtokot, 2 kúriát a Sold utcában, 4 98-as évjáratú Rolls-Royce autót, egy Mercedes-t és egy McLaren-t, a festménygyűjteményemet, melynek értéke 2 millió dollár, az aranyékszereim, mely értéke 4 millió dollár, valamint 89%-át a biliárdgolyó készítő cégemből. Ó, faszom! Az unokaöcsémre hagyom! És mi lesz a jachttal? Sajnálom, de itt nem esik szó erről. Nem tudnak rendesen idézni egy dokumentumot! Tudni akarom, ki a Karolina jacht tulajdonosa, de azonnal! Három napjuk van rá! Természetesen, Miss Lydia, utána nézünk! Egy kibaszott jacht! Elég pénze van, hogy megvegye a Titanicot! Az unokaöcsémre, Valinra hagyom az aranyórámat. Nos, pont ahogy vártam. Semmi meglepő. Sebastian! Mi? A fiamra, Sebastianra hagyom a 37-es dobozt. Ó, nyisd ki lehet a jacht kulcsai! Ha a jacht papírjai vannak benne, akkor beperellek. És ezt tudod jól? Perelni olyan gyerekes! Itt írja alá. Tulajdonképpen örülök, hogy nem vitt minket haza. Képzelj, egy se görökölt milliókat, és még mindig nem boldog. Csak azt tudja mondani, hogy hol van a jaktom? Nos, igen, van ilyen. Hey Glenn, mi van a dobozban? Megnézted már? Nem érdekel. Engem viszont érdekel. Nyisd már ki! Rendben. Glenn, mi van benne? Mi van benne, Glenn? Mi az Isten van benne, Glenn? Glenn?